Szép napot kívánok mindenkinek, folytatódik a FM3 Café, benne Café másképpen, és a vendégem a stúdióban Kós János. Szervusz János, köszönöm, hogy eljöttél Szervusz. Hozzánk. Örömmel. De általában, ha azt a szót mondok, vagy a nevedet említek valakinek, hogy Kós János, akkor mindenkinek az a nagyon vidám, bohém, a életet nagyon szerető művész, akit a színpadon látták, vagy a tévéműsorokban, az jut eszébe. És az a te személyiségetek egy fontos része is az életet. Hát én szoktam mondani magamról mindig azt, már sokszor elmondtam, de ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ha a humor meghal az életemben, akkor én is eltűnök, kész, vége. Vége. Az egész életemben mindig a humor volt a legelső, a második volt a zene, és hát a harmadik volt amit csináltam, mert a azt művészet. Mindig örömmel csináltam. De a humor az igazán felold, megold valamit, vagy humor mögé bújik az ember? Nem bújik, nem. Mindenre valami hülyeség eszembe jut. Igen? Igen, szóval érted, hogy jön, az és valamit tudok rá mondani. Te, egyszer teniszeztem a bajorral, és szétmentek az izmaim a térdembe, és operáltak, vagy csináltak. Hát ez a szokásos dolog, tudod, sportoló embereknek. Igen. Szokásos sérülése, és a végén mondtam, hogy na, hogy viselkedtem, mondta az orvos, azt mondja, nagyon jó, 19 viccet meséltél az operáció közben. Én. És nem is tudtad róla? De én tudtam. Hát most sírjak meg, világos. Mert van olyan barátom, aki, ha itt van egy pattanás, jaj, itt egy pattanás, most mi lesz? Mondom, én meg azt mondom, itt egy pattanás, milyen jól néz ki, ugye? Mindenre kell valami kedvesség. Te még fiatal vagy, világos, de azért nagyon régóta vagy fiatal, nagyon régóta vagy ezen a földön, több évtizedeken keresztül tapasztaltál, láttál, sok jó dolgot is, és különböző veszteségeket is. És ember úgy méri az időnek a haladását, azon kívül, hogy itt fáj, ott fáj, ami természetes, hogy elmennek a barátok. Tehát ez tényleg ember eszébe juttatja, hogy Istenem, már akivel együtt kávéztam, viccelődtem, játszottam, és nincs, és ott van. Igen. Egy üres tér. Igen, hát ez... Ezzel mit kezdesz? Ezen nincsen sok gondolkodni való, ezt tudomásul kell venni, hogy ez megtörtént, hogy itt hagyott minket, ő vagy ők itt hagytak minket, és mindig, mikor emlékszem rájuk, és visszaemlékszem rájuk, akkor mindig a kedves dolgokra emlékszem, tudod? Ha Hofiról beszélgetünk, akkor mindig a Dilikről érteszem. Rengeteget dolgoztam Latabárral, Bilicsivel, Dajka Margittal. Micsoda nevek? Rengeteg sztori, Bajor Imivel, és rengeteg olyan emberrel dolgoztam, akik nagyon híres színészek és nagyon híres. Csak egyet mondok, például a Latinovics Zoli egyszer jött értem Szemesről, mert ők nekik ott volt a nyaralójuk, jött értem át Siófokra, mert én ott voltam, nekem ott volt a hajom, hogy menjünk át, hogy gyere hát, mert a mamám, a Gundellány mindenképpen akar látni téged. Jó, átjött értem kocsival, és ahogy Földvárt elhagytuk, mentünk Szemes fele, van a kis emelkedő, és ő vezetett, és akkor lenézek, és látom, be van húzva a kézifék. Mondom neki, te Zoli, be van húzva a kézifék. Igen, tudom, nem szeretem kiengedni, mert akkor nagyon megugrik. Szóval így ez volt az életünk. Ez volt az életünk, semmi, a politikához nem is tudtam hozzászólni, meg nem is akartam hozzászólni, mert nem az a típus vagyok, hanem hát régen, mondjuk Debrecenből jöttél haza, 11-ig dolgoztál, Debrecenben volt az előadásod, most Debrecentől Budapestig nem volt autópálya, hogy? Egy benzinkút volt Szolnokon. Tehát odáig jöttél, és mikor hazaértél, Pestről volt ilyen három. És ott ült melletted, vagy mögötted a Latabár, vagy a Vilicsi, vagy valaki, ott ültek ezek a híres emberek, és akkor most megyünk haza? Haza? Először megyünk a Mulányba.
ez volt a Moulin Rouge, mi igen, úgy hívtuk a Moulin. Igen. És akkor elmentünk a Moulinba, ott eltöltöttünk egy fél órát, háromnegyed órát, akkor na jó, hát akkor szedelőzködjünk, és akkor megyünk. Persze, most megyünk a Piperébe, az a Pipacs. Pipacs, és igen, aztán a Jereván, és aztán így, és ez volt minden nap. Csak a kétféle dolog van, hogy egyik az, hogy ezek a szép emlékek, jó, pozitív, vidám emlékek, a sztorik, és másik dolog a saját maga, hogy én most nem tudok ugyanazt megélni, most a legfrissebb emlékek erősebben vannak jelen az ember elmében, persze, a régi emléket már feldolgozta az ember, már táborról szépek a történetek, már megszépülnek idővel. Hát tehát például nem voltam Balatonfüreden a hajóm miatt, le kellett menjek, de keresztül kellett menjek Fülén, ahol van a nyaralunk és ahol a Imi élt. És ott elmentem a ház előtt, tudod, és oda ki van téve egy kis csokor virág, és megálltam egy pillanatra, és akkor eszembe jutott, hogy reggel mindig, mikor vitte a kutyát sétáltatni, akkor egy utcában óta van a nyaralunk, akkor na mondom, már itt van megint. És akkor fölkeltem, kimentem, és ott állt a kutyával, és akkor szépen onnan felsétáltunk a kiskocsmába, ott ittünk egy kis fröccsöt mind a ketten, és aztán visszasétáltunk úgy. És ez borzasztóan rossz volt. Ugye? Tehát... Nem úgy volt, szóval nem tragikus volt, hanem Nem tudom megmagyarázni. Rossz, tehát van egy hiányérzet az emberek, és nincs benne logika, hogy ennek nem kéne itt lenni, mert én is, amikor látom nálam fiatalabb emberek, amikor olvasom, hogy elmegy, pláne ha ismertem, akkor kettőség van az emberben, de jó, hogy én még élek, de ugyanakkor, hogy hát a fiatal, neki nem kéne, nem logikus az egész. És pláne ha ember barátjáról van szó, akkor van ez kis szemrehányás is önmagával szemben, hogy elmegy fiatal. Nekem vannak nagyon fiatalok, akik elmentek, és vannak nagyon idősek, akik még mindig vannak. Igen. Tudod, a Vándor Kálmán, aki 92 éves, és akivel ha találkozom, nem tud szóhoz jutni. Szerbusz, kérdésséget! És ölel, csókol, minden, és ez borzasztóan a györem. Erre azt tudom igazában mondani őszintén, hogy annyiból nagyon nagy szerencsém volt, hogy egy olyan világban éltem, olyan emberek között, olyan művészek között, olyan egyéniségek között, akiktől tanulni lehetett, akikre így lehetett nézni, egy Dajka Margitra, amikor azt mondta, hogy szervusz drágám, jól vagy, meghaltál tőle, meghaltál tőle, tudod, szóval én mindig azt mondtam, hogy ez a szerelmi barátság volt, tudod? Mm. És ez hozzájárult ahhoz, hogy a feleségemmel 44 éve jól vagyunk, és van egy sikeres lányunk, egy aranyos fiam van, egy csodálatos kis unokám van. Hogyne? Rozi, aki már tudja, hogy mivel lehet a nagypapát leszedni a lábára. Nagyon jól tudják ők. Nagyon jól tudja. Munka együtt fürödtünk, és már 20-szor elmeséltem, de olyan édes a történet. Aztán törőköztünk, mert csak velem hajlandó fürödni, ha nálunk van. És ott állt a fürdőszobába, és mondta, hogy nagypapó, olyan a hasad, mintha öreg lennél. Mit mondasz? És ő éreztre elrondott valamit, gyorsan helyre akarta hozni, és mondta, hogy jaj, nagypapó, tudom a himnuszt. Tényleg? Na, énekel, de itt a fürdőszobában? Igen, énekel. Jó. Vigyázba vágta magát és rázendített. Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Mert tudta, hogy mivel lehet a nagypapát levenni a lábára. Személyesen te saját magadat valami ambíciót építesz a jövőképet nézve? Nem. Nem? Jelenben élsz, és a gyerekek, unokák, ahogy... Nekem megvan a múltam. Megvan a jelenem, és úgy nézem, hogy még megvan a jövőm is. Azért kérdeztem. Még vannak fellépések bőven, hát örömet szeretnék okozni még azoknak az embereknek, akiknek fellépek, vidámat, mert a műsoromban is mindig azt szoktam mondani, hogy
Szóval a műsoromat is mindig úgy állítom össze, hogy ekkora a műsor, de abban legyen ennyi humor, föltétlen. Föltétlen, mert hogyha csak az van, hogy jaj, de szépen énekel, az engem nem elégít ki. Engem az elégít ki, hogyha lent mondok egy mondatot, és akkor így ülnek is. Igen. És hát igen. Megy a nevetés. És nem mindenki alkalmas erre. Hát köszönöm János, hogy eljöttél hozzám és beszélgettél. Jó, jövök hónap is. Jó, várlak, szeretettel. Én is köszönöm. Köszönöm szépen. Szia.